Hogy működnek a modern háborúk? Első a destabilizálás. A támadó nyugtalanságot szít a célországában. A célpontként kiválasztott országot destabilizálja, akár a polgárháborúig is elmegy. Másodszor, hogyan teszi ezt? Először is kapcsolatba lép a célországában levő összes elégedetlen és erőszakra kész csoportosulással, lázadókkal, bélterroristákkal. Teljesen mindegy neki, hogy ezek az erőszakra kész lázadók focirajongókból, vallásos fanatikusokból, szélsőjobb vagy szélsőbaloldaliakból, vagy bármilyen más szélsőségesekből állnak-e össze. Csupán annyi a lényeg, hogy erőszakra készek, hidegvérűek és megbízhatóak legyenek. A támadó minden csoportnak jobb jövőt helyez kilátásba, beleszólási joggal és sok előnnyel. Így mindenki motivált, hogy bármilyen eszközzel saját egyéni céljainak megvalósításáért harcoljon. Az összes ilyen módon képződő terrorisztikus egység elfogadja egy átmeneti időre a teljesen más természetű csoportosulásokat. Az összes csoport elsőre csak előnyöket lát a közös átütő erőben. Mottójuk, az összjáték a legfontosabb. Közösen harcolni, külön menetelni. Vagyis a támadó sokszínű, kevert terrorcsoportokat képez ki. Ha egy extrém lázadó csoport nem akar összevegyülni más gondolkodásúakkal, az sem zavarja a támadót. Elkülöníti őket különleges célokra, mint például öngyilkos merényletekre vagy hasonlókra. 3. Felszerelés és finanszírozás. Saját országából vagy máshonnan származó zsoldosai segítségével az összegyűjtött lázadó csoportot terrorcsoportá képezik ki. Ha lehet, akkor a célországán kívül teszi ezt. Titkos kiképző táborokat hoz létre, lehetőleg a célországhoz közel. Ha ez nem megy, akkor bárhonnan oda szállítja őket repülővel. Tetszőleges mennyiségű fegyvert és muníciót szállít a lázadóknak. Fizet nekik azért, hogy harcolnak. 4. A támadás. A külföldi támadó elkezdi céltudatosan a gyakorlatba átültetni csatatervét. Stratégiájától függően célzottan megtámad civil személyeket és intézményeket is. Célja egyrészt a népek figyelmének erőteljes felkeltése, másrészt az, hogy a lakosság elkezdjen külső segítséget kiabálni. A sajtó közlemények középpontjában természetesen nem a mindent megszervező támadó áll, hanem vagy a megdöntendő ország rossz kormánya, vagy pedig igény szerint a lázadók, vagy a terrorista egységek. 5. A valódi támadó céljai mindig ugyanazok. A céltárgyának alapos meggyengítése belülről. A célországot tudatosan bűnössé nyilvánítani. A népeket lehetőleg jól összezavarni és öntudatlan állapotba hozni. Elérni, hogy lehetőleg minél nagyobb megértéssel fogadjanak egy kívülről jövő katonai beavatkozást. A célba vett kormány megdöntése és felszámolása. A jóindulatúnak nevezett lázadók köréből összeállított új kormány beiktatása. A csapatok visszavonása azzal a céllal, hogy az országot magára hagyják, és így teljes káosz törjön ki. Újabb radikális beavatkozás az összes előzőleg alkalmazott hős ellen, akiket ezután csak terroristáknak neveznek. Az ország és erőforrásainak átvétele. Jóvátételek fizetése tetszés szerint. 6. Megmentőként ünnepeltetni magát. 7. Ugyanez nagyban. Amit a támadó a véletlenszerűen összeállított lázadó csoportokkal az egyes országokban megtett, azt teszi nagyban is. Most már egész országok számítanak kiválasztott lázadó csoportoknak. Velük veszik körül a legnagyobb riválisait, akiket egyedül sosem tudna legyőzni. Először is provokációkat szít, amiket tudatosan ráfog a legnagyobb riválisaira. Kiválasztott lázadó országait ráveszi, hogy saját fegyvereikkel és hadseregükkel harcoljanak a legnagyobb riválisa ellen. Mikor az összes ország ellőtte az utolsó munícióját, elveszítette a legjobb embereit és teljesen összeomlott, akkor avatkozik be az emberiség valódi ellensége, az igazi támadó, hogy mindegy szárig legyőzze őket. Kik a fő vesztesek? Mindazok, akik hagyták, hogy ez az aljas támadó és háborús úszító becsapja és felhasználja őket a saját céljaira.